8 óra van, ez a híradó, az M1-en Rapp Ferenc vagyok, jó reggelt kívánok! Szükségesnek tartja az izraeli kormány átalakítását Joe Biden. Erről beszélt az amerikai elnök egy washingtoni kampányeseményen. Biden szerint azért lenne ez fontos, hogy a világ ne forduljon el a zsidó államtól a gázai övezetben végzett hadműveletei miatt. Közben az izraeli hadsereg razziát hajtott végre a Jenini menekülttáborban. A palesztin egészségügyi minisztérium szerint 7 palesztint öltek meg. Az izraeli védelmi erők emellett olyan felvételeket tett közzé, amelyeken állítólag libanoni és szíriai célpontok elleni rakétatámadásai láthatók. Legalább 45-en sebesültek meg kedd este, amikor orosz rakétacsapás ért egy lakóházat Kijevben. A mentősöknek 15 embert kellett kimenekíteniük az épületből. A támadáskor szana szétrepültek a törmelékek, amelyek több mint 30 embert sebesítettek meg, valamint kárt tettek számos épületben és járműben is. A héten ez volt a második alkalom, hogy orosz rakéták vették célba az ukrán fővárost. A becsapódás után gyorsan felkeltünk, felöltöztünk és kiszaladtunk. Láttuk, ahogy megérkeznek a tűzoltók és a mentők. Szörnyű volt. Sok ismerősöm lakik a megrongálódott épületben. Nagyon szerencsétlenül jártak. Nincsenek ablakok, az ajtók kirepültek. Szerencsére mi a szomszédban lakunk. Újabb katonai segítséget jelentett be Ukrajnának Joe Biden. Az amerikai elnök kedden több mint 70 milliárd forintnyi támogatást hagyott jóvá, miután a Fehérházban fogadta Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt. Joe Biden a megbeszélést követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a most hozott döntések a következő évtizedeket fogják meghatározni. A segélyezés további folytatásáról azonban a két félnek még nem sikerült megegyeznie. Az amerikai kongresszus republikánus tagjai továbbra is úgy vélik, hogy az Ukrajnának szánt összegeket elsősorban a saját országuk határainak védelmére kellene fordítani. Hatalmas vita volt tegnap Brüsszelben Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásának megindításáról. A nyomásgyakorlás ellenére sikerült megakadályozni a döntést, közölte Szijjártó Péter külügyminiszter. A téma ezúttal az általános ügyek tanácsának ülésén került napirendre. Mivel nem született döntés, így csütörtökön az állam és kormányfők csúcs találkozóján folytatódhat az egyeztetés. Magyarország nem taktikai pozíciót foglal itt el, hanem egy világos álláspontunk van, amely szerint sem Ukrajna, sem az Európai Unió nincsen felkészülve arra, hogy jól struktúrált, kölcsönös előnyöket biztosító csatlakozási folyamat induljon meg Ukrajnával. Egészen egyszerűen nem értünk egyet a bizottság azon jelentésével, mely szerint a 7 feltételből 4-et teljesített volna Ukrajna. A magyar parlamentben ma lesz téma Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése. A határozati javaslat szerint a háborúban álló ország nem teljesítette az uniós csatlakozás előfeltételeit. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakció szóvivője az M1-en azt mondta, az Európai Unió hitelessége forog kockán, ezért fontos, hogy erről a témáról az országgyűlésben is szó legyen. A baloldalnak van egy olyan álláspontja, hogy Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy Ukrajnát fel kell venni az Unióba. Nem azt mondta, hogy meg kell nyitni a csatlakozási szerződést, hogy tagjelölti státuszt kell neki adni, hanem hogy fel kell venni az Európai Unióba. És beszélgetni kell erről a következményekről, mert a baloldaliak azt gondolják, hogy azonnal gyorsító pályán fel kell venni Ukrajnát, mi pedig azt gondoljuk, hogy ezt a stratégiai vitát, amit jeleztünk is az előterjesztésben, ezt le kell folytatni. A mezőgazdaságra milyen hatással lenne, az európai biztonságra milyen hatással lenne, az európai kohéziós forrásokra milyen hatással lenne. Korábban már elítélte a bíróság a számlagyár botrányba keveredett Wigmort, írja legújabb cikkében a Magyar Nemzet. Az akkor még ügyvédként dolgozó férfi ugyanis megpróbálta lefizetni egy nemi erőszak áldozatát, hogy vonja vissza vallomását. Wigmore így akarta tisztára mosni védencét. A magyarországi Amnesty vezér testvérét ezért nem csak felfüggesztett börtönre ítélték, hanem ügyvéd kamarai tagságától is megfosztották. Másfél hete robbant a sajtóban a hír, hogy a praxisától megfosztott ügyvéd gazdasági társasága az adóelkerülés érdekében valótlan tartalmú számlákat fogadott be, és 40 rendbeli csalással is gyanúsítják. Wigmort az adóhatóság emberei tartóztatták le, de azóta több információ is napvilágra került róla. Dezsőfi Tibor
szociológus talán. Legutóbb a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy a számlagyáros ügyvédhez köthető cégtemetőben végezte Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának, Dezsőfi Tibornak a vállalkozása is, a WebPredict Kft., amely a baloldal 2022-es választási koalícióját segítő egyik vállalkozás volt. Jézus Mária. A lap most újabb információkat közölt Vígről, eszerint az ex-ügyvéd egy nemi erőszakügy áldozatát akarta néhány évvel ezelőtt lefizetni és hamis vallomásra rávenni. A történtek szálai egészen 2016-ig vezetnek vissza, amikor még a Pest megyei rendőrfőkapitányságon eljárás indult szexuális erőszak büntette és más bűncselekmények miatt egy férfi ellen, akinek védelmét Vígmor látta el. A vád szerint miután a sértettet tanúként hallgatták ki, a rendőrség épülete előtt Vígmor azt az ajánlatot tette az áldozatnak és az ügyben ugyancsak tanúként szereplő barátjának, hogy ad nekik 400 ezer forintot, amennyiben a hölgy visszavonja terhelő vallomását és a következő kihallgatásán már azt állítja, önként ment bele a szexuális együttlétbe. A bukott ügyvéd ezt követően egy gyorsétteremben is bepróbálkozott a vesztegetéssel, de eredménytelenül. A Magyar Nemzet most arra emlékeztet, Vígmor ügye több jogi fórumot is megjárt. A jogerős döntést tavaly januárban hozta meg a kúria, amely egy év börtönre ítélte a volt jogászt. A szabadságvesztést azonban 300 ezer forint vagyonelkobzás mellett 2 évre felfüggesztették, illetve 5 évre eltiltották az ügyvédi foglalkozástól is. Ez az oka annak, hogy Víg ügyvédi tagsági viszonya megszűnt tavaly, amit a Magyar Ügyvédi Kamara is megerősített a Magyar Nemzetnek. Nem maradunk csendben. Vígmor egyébként nem más, mint a Soros György által is támogatott Amnesty International Magyarország vezetőinek, Víg Dávidnak a testvére. A letartóztatás óta kiderült, hogy a cégtemetős családi vállalkozásban a magyar Amnesty igazgató is tulajdonos. Semmi helye ennek a népszavazásnak Magyarországon. Az Amnesty International a Soros hálózat fontos magyarországi láncszemeként évek óta részt vesz hazánk külföldi lejáratásában. Aktivistáik Víg Dávid vezetésével legutóbb a gyermekvédelmi népszavazás ellen hergeltek és arra buzdították az embereket, hogy voksoljanak érvénytelenül. A gender ideológiát elutasító és a kiskorú gyermekek védelmét szorgalmazó törvény elleni kampányhoz az NGO több mint 140 millió forintot kapott külföldi, illetve hazai álcivír egyesületektől. Mintegy 180 ezer fiatal vett részt idén az Erzsébet táborokban. Az utolsó turnusok ezen a hétvégén érnek véget. A fejlesztéseknek köszönhetően 4 évszakos lett a tábor, ahol számos programmal várják a gyerekeket és a családokat. A téli időszakban is több 10 000 gyermek vesz részt a programokon. Önfeledten játszanak a gyerekek az Ánkai Erzsébet táborban. A hideg idő ellenére is van program bőven. Mindenki nagyon kedves, és nagyon összefogunk szerintem a csapattal, és nagyon jó itt. Az utolsó téli turnusra a Budakalászi Általános Iskola 4. osztálya teljes létszámmal érkezett. Egy kollégámtól hallottam ezt a páratlan lehetőséget, miszerint kiszabadulhatunk a városi forgatagból, és eljuthatunk a Balatonra télen is. A programok között a játékok mellett helyet kaptak az adventi programok is. Hát igen, a második. A fejlesztéseknek köszönhetően 4 évszakos lett a tábor. A karácsonyi Erzsébet táborba mintegy 12 ezer gyermeket fogadnak idén a szervezők. Elkészülni! Vigyázz! A táborok népszerűségét és a fejlesztések eredményét mutatja, hogy a résztvevők száma 10 év alatt több mint a 10-szeresére nőtt. Idén már 180 ezeren töltötték itt a szabadidejüket. Csak ha a számokat nézzük, akkor azt gondolom, hogy óriásit fejlődtünk, de azt nézzük, hogy ez alatt a 10 év alatt a 3 táborhelyünk teljesen új és moderné vált, és hogy az itt megfordul gyerekek mennyi programba vettek részt, mennyi élménybe volt részük, akkor ez a fejlődés is szerintem abszolút érezhető. Az Erzsébet táborok különleges helyet foglalnak el a családtámogatások körében. Erről már a családokért felelős államtitkár beszélt Zánkán. Hornung Ágnes hozzátette, a gyerekek itt közösségben érezhetik magukat.
Ez nagy anyagi segítség is a családoknak azáltal, hogy gyakorlatilag egy jelképes összegért, 1000 forintért tudnak a gyermekek táborozni, és így ez anyagi segítséget is nyújt. A gyermekek a táborokban tényleg fantasztikus élményekkel tudnak gazdagodni, így sportprogramokon tudnak részt venni, vagy kulturális élményeket, vagy ismeretterjesztő tudásanyagokat tudnak magukévá tenni, amellett, hogy ezek a közösségek, ezek az élmények, ezek a testi-lelki-szellemi egészségnek is nagyon fontosak, és erre a területre a jövőben még nagyobb hangsúlyt szeretnénk majd fektetni. Az elmúlt 10 évben több mint 1 millióan vettek részt valamilyen típusú Erzsébet táborban. Kiterjedt csapadékzóna képződött az ország felett az elmúlt órákban, emiatt a nap folyamán országszerte jelentős mennyiségű eső várható. A Dunántúl délnyugati részein 40-50 mm csapadék is hullhat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzést adott ki. Ezek szerint Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy, Tolna és Zala vármegye területén másodfokú riasztás van érvényben. Trópusi vihar közelítette meg az ausztrál partokat, a Jasper nevű ciklon várhatóan délután éri el az ország északkeleti részét, és a meteorológiai szolgálat szerint akár 140 km/órás széllökéseket is előidézhet. A hatóságok több méter magas hullámokra és villámáradásokra figyelmeztetnek. Az emberek felkészülésként homokzsákokat helyeztek ki, és sokan halmoztak fel élelmiszertartalékokat az otthonaikban. További híreket találhatnak weboldalunkon is a híradó.hu címen. Már is Maruzsa István folytatja a Nemzeti Sporthíradóval, utána pedig jön nálunk a részletes időjárás jelentés.